Köszöntöm a kedves nézőket! Az Ébredés című műsorunkat látják, és a mai vendégem Urbán Tamás. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged. Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves nézőket is. Megragadott az valóban, ahogy a Szent Szellemmel való személyes kapcsolatodról beszélsz, vagy akár a könyvedben írsz, az Élő Tűz című könyv, ugye az első kötet az már megjelent. Igen. A második kötet az most azban készül. A és a szívembe készül a harmadik is. Na! Erről még a feleségem se sokat tud, de érzem, hogy... Wow. Tehát megírtam az első könyvet, és én nem gondoltam, hogy fogok írni. Én nem tartod magam írónak, vagy ilyesmi. Uh-huh. Egyszerűen Isten megkért rá. Még a borítót is megmutatta a szemeim előtt egy alkalommal, hogy így nézzen ki. A címét is megmondta az Úr. Ott egyszer, mikor imádkoztam. És ott is úgymond vitatkoztam az Úrral, hogy legyen, mint legyen. Mondom, Uram, hát ha tényleg akarod ezt, hogy én tényleg írjak neked egy könyvet, akkor 30 napra vegyél ki ugye az alapítványi munkából, a munkahely, a kötelességeimből ki kell venned legalább egy hónapra, mert nem tudom megírni, nagyon elfoglalt ember vagyok, mint mindenki más. Gondolom Isten erre válaszolt, igen, és nem, ha már arról teszünk a bizonságot, hogy egy létező személy, akkor... Ez úgy történt, hogy egyik éjszaka alig bírtam a derekamra megfordulni, illetve nem is bírtam az ágyba megfordulni, és hát azt gondoltam, elmegyek orvoshoz. Máskor is volt már ilyesmi, hogy a derekammal problémák. Mondom, elmegyek orvoshoz, hát még fiatal vagyok ahhoz, hogy így maradjak. és valóban. és az orvos pontosan egy hónapra írt ki, nem kevesebb, nem több, és ahogy az Úrnak ígértem, megírtam a könyvet, és hát most jönnek a visszajelzések, hogy tényleg van, aki postás odavitte, berakta a postaládába, és jött ki az illető a házból, kivette a postaládából a könyvet, és ahogy kinyitotta, elkezdett sírni. Pedig még csak azt olvasta, azt olvasta csak el, amit tollal oda dedikáltam neki, aha, személyesen, aha, és rögtön megérintette Isten szelleme, de vannak olyan bizonyságok is, hogy egy egész család életébe beleszólt, jó változást elősegített, sok jó bizonság van az első részben. Megkérdezhetem azt, bocsánat, igen? Hogy a szabadba vágok, hogy valamilyen módon, tehát van egy folyamatosság a két könyv között, vagy pedig egy külön témája, vagy váza van ennek a második kötetnek, hogy kapcsolódik uh-huh. az első kötetnek. Nagyon hasonlít az elsőre a mondani valója. Uh-huh. Az első mondani valója? Az ébredésről szól, a Szent Szellem munkájáról szól. Arra próbálom az embereket bátorítani, hogy higgyék ezt el, hogy Isten egészen közel van hozzánk a Szent Szellem által. Higgyék azt el, hogy az Atya és Jézus fent vannak a mennybe, ezt olvassuk, Jézus felment a mennybe. De mit mondott? Elküldöm magam helyett a Szent Szellemet. Tehát amiket én tettem itt a Földön, ugye kivétve a megváltó munkát, amit én tettem, gyógyítottam, beszéltem, vigasztaltam, stb., azokat ő fogja tenni, mert helyettem jön. És ezt próbálom az embereknek elmondani, hiszen én megtapasztalom a saját életemben, és csak próbálom továbbadni, hogy ebbe higgyenek. Ez az, amire gondolsz és mondod, hogy nem csak olvasni valamit, hanem továbbadni? Tehát ez rejlik benne, igen, ebben a dologban? Tehát, hogy ezt próbálod valahogy az emberekkel tudatosítani, hogy nem elég, igen, pusztán megtartani magunknak azt a kincset, amit megtaláltunk, hanem Isten azt mondja, van egy küldetése minden embernek, igen, aki már rátalált erre a kincsre, hogy azt adja tovább? Igen, igen, hát enélkül nem megy. Írom is, hogy sokszor van olyan, hogy kapunk egy-egy érintést. Akár ebből a műsorból, egy másikból, egy könyvből, egy jó Isten tiszteletből kapnak az emberek érintést, és utána elmúlik. Miért múlik el? Azért, mert nem adják tovább. És azt gondolják, hogy ez a továbbadás, ez valami nagy dolog. Én nem merek kimenni az utcára bárkivel beszélni, és evangéliumot hirdetni, tehát nem is tudom továbbadni, de ez nem így van. Ez úgy van, hogy mindenkinek adott Isten ajándékokat. Mi tudunk beszélni, mi akkor beszélünk. Más tud írni, akkor az ír. Más jól rajzol, akkor az rajzol. És meg lehet jól jeleníteni, rajzol is az Isten szeretetét, Jézus áldozatát. Tehát kaptunk ajándékokat. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Lehet, hogy valaki sütit tud sütni, és át tudja vinni a szomszéd asszonynak.
így átadni. És főleg egyszerűen nem kell uniformizálnunk ezeket a dolgokat, ugye? Hogyha látok valakit, hogy valamilyen módon, tehát egyfajta módon Isten őt nagyon használja és nagyon megáldja, és valóban sok gyümölcsöt terem. Igen. Nekem nem kell, nem őt kell követnem. Igen. Tehát nem az ő példáját, vagy az ő lábnyomaiba kell belelépnem, mert valószínű, hogy az én lábam vagy kisebb lesz, vagy nagyobb, vagy szélesebb, vagy keskenyebb. Igen. Tehát ugyanazt a sarut nem tudom fölhozni, húzni a lábamra, mert kényelmetlen lesz, és előbb-utóbb elhasalok. Viszont van egy teljesen egyedi cipő, amit Isten az én lábamra teremtett, és nekem abban kell járnom. Ahogy Dávid sem tudott a Saul páncéljába. Ő se tudta használni egy harcosnak a páncélját. Ő a paritjához volt szokva. Tehát én se tudok meg... Én nem tudok jó dicsőítést vezetni. Ha én most elkezdenék énekelni, akkor nem az lenne a hatás, mint hogyha egy felkent, akinek ez az ajándéka. Igen. Én talán tudok írni, talán tudok beszélni. Én ezt tudom csinálni. Tehát ha nem adjuk át, megposhad, amit kaptunk, hiszen Isten azért adja azt, hogy átadjuk. Ne azért, hogy megtartsuk és örüljünk neki. Megérintett az Úr, és nem, azt át kell adni. Annak lesz több, az van az igébe, aki átadja. És igazából ez a titok, ha úgy vesszük, hogy tényleg aki többet akar, annak nem csak keresni kell az Istent, hanem át is kell adni, amit kap. És ugye mondják nekem is, hogy jaj, Tamás, hogy így a szolgálatod, meg milyen jó, vagy akármivel dicsérnek bennem, mint igaz van. Hogyha átadnák az emberek, amit kaptak, nem kell a dolgokat csinálni, akkor mindenkinek többet ad az Úr is, többet, mert látja, hogy megéri. Egy világi főnök, egy nem hívő főnök is ezt csinálja, rábíz az emberekre dolgokat, és ha látja, hogy valakire érdemes bízni, mert jól csinálja, akkor arra többet bíz. Na most így van az Isten még inkább, hogy oké, megérintelek téged, ezt adok, azt adok, de figyelj, ha nem adod át, akkor nincs értelme, hogy neked többet adjak. Isten szelleme úgy visszahúzódik, és olyan helyen szeret lenni, akik továbbadják. Tamás, szeretnék a könyvedből egy nagyon rövid részletet felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez hozzátartozik a témánkhoz, tehát az ébredés témájához. Számomra ez a pár mondat úgy nagyon szíven ütött, mert minthogyha én írtam volna. Úgyhogy a következőket írtad itt. Emberek kellenek. Sóvárgó szívű, Isten után vágyakozó, szomjazó emberek, akik készek odaszántani, kiáltani az Úrhoz, ezért a nemzetért. Olyan emberek, akiknek minden vágya az, hogy lássák ebben az országban az élő Isten megnyilvánulásait. Akik hiszik, hogy Isten szereti az embert, és meg akarja mutatni minden szemnek, hogy ő nem csupán egy vallás, hanem élő és valóságos Isten, aki ma is tud és akar csodákat tenni. Ilyen lelkületű emberekre, harcosokra van szükség az ébredésért vívott csatában, és hiszem, hogy ez a könyv eszköz lesz mindehhez. Így van. Ebben hiszek. Ebben hiszek, ugyanis sokszor megfogalmazom a második könyvben is azt, hogy ez nem egy könyv akar lenni, ez egy kapu akar lenni. Oh. Egy kapu akar lenni. Egészen úgy van felépítve, hogy egy olyan személy, aki nem hívő, elkezdi olvasni mondjuk a történeteket, mert az emberek szeretik a másokról szóló igaz történeteket, csodákat. Elkezdi olvasni, és hogyha a szívéből végig tudja követni a könyvet, akkor el tud oda jutni, hogy az Isten megérinti, és hogy az Istenét használja. Tehát egy kapu, amin keresztül Isten ki tud nyúlni, az ember be tud lépni. Úgy fogalmazta meg, hogy a minden lehetséges világba. Wow. Mert Istennél minden lehetséges, és minden lehetséges annak, aki hisz. Én évek óta ezen az egy mondaton állok. Minden lehetséges annak, aki hisz, és ezt tapasztalom, és ezt szeretném továbbadni, hogy ne egy könyv legyen,
Tehát elolvassa, és tényleg mondta valaki, hogy folytak a könnyei, mikor elolvasta, de nem azért, mert ez egy romantikus történet, nem, hanem ez olyan, amiből az Isten kinyúl, kiszól, megérint. Igazából ez a célja.